aki úgy gondolja, hogy jól vezet, a tanpályán rá fog jönni, hogy annyira mégsem. De itt meg fogják tanítani. Egy bölcsesség szerint nincs elegánsabb a szerénységnél. Ez a nagy igazság most éppen megdőlni látszik, ugyanis több mint 5 méteres autónkról nagyon sok mindent el lehet mondani azon kívül, hogy szerény. És mégis olyan elegánssá teszi az ember fiát, mint semmi más. Mercedes S-osztály, abból is a lang, tehát a legnagyobb. Bárhová is menjünk, a belépőnk határozott lesz. Először a csillag érkezik meg, aztán egy hosszabb hatásszünettel a sofőr, majd mögötte a nagy ember. Ilyen az államfők autója. Minden luxusautó tervező az S-osztályhoz képest próbál valamit alkotni, aztán az vagy összejön, vagy nem. De az S-merci az örök. Milyen az autó királyát vagy királynőjét vezetni? Nem vezetünk, hanem lebegünk. Végtelen csendben és kényelemben helyet változtatunk. És ez akkor is így marad, hogyha elkezdjük taposni. Na jó, akkor azért belevág az ülésbe keményen. Nem szeretek egy autót agyon dicsérni, de ez a saját kategóriájában etalon. Méghozzá nagyon régóta. Az S, vagyis Sonder, azt jelenti különleges. Tehát az amúgy is különleges Mercedeseken belül az S-osztály a kiváltságra továbbja. Három előbb modell után 1972-ben mutatták be hivatalosan az első Sonder klasszét, melyek közül talán mind a mai napig a 140-es a leghíresebb. Luxus vonatunk a legújabb, hatodik kiadás. Hasonlításképpen ez a hatalmas dízelmozdony közel úgy gyorsul, mint a V8-as 5000 köbcentis új Mustang, és gyorsabban ér 0-ról 100-ra, mint a Honda Civic Type-R. Ahhoz képest, hogy nem a gyorsulás a legfőbb küldetése, egész jó. Ez egy luxusautó, a padlótól a plafonig tele elektronikával. Éppen ezért sokakat érdekel, hogy a rengeteg vívmány hogyan fog működni 10 év múlva. Ezt még nem tudni, de több mint valószínű, hogy a gazdag tulajdonost nem is érdekli. Ugyanis aki vesz egy ilyen autót 50 millióért vagy többért, az nem 10 évre veszi, hanem 3 vagy maximum 5-re. Az elektromosan állítható hátsó üléssortól kezdve a legnemesebb hifin túl a masszázsig mindent felvonultat, vagyis amit szárnyaló elme napjainkig feltalált, az benne van. De ha valami extra mégis hiányozna és mi kérnénk, akkor azt beleteszik. Sok pénzért. Nagyon sokért. A luxusautók etalonja, gazdag emberek autója, a Sonder klassze 30 milliótól indul, de simán elszaladhat 80 fölé is. S400D-nk olyan 50 millió. 2900 köbcentis, sorhatos, gázolajos van az orrában, csenevész 340 lóval, de nem ez a legelvetemültebb, hanem a 700 Nm. Azt tudják mennyi? Nagyon sok. A Mercedes történetének jelenlegi legerősebb dízelmotorja a több mint 5 méter hosszú és több mint 2 tonnás fényűzést olyan 5 másodperc alatt tolja föl 100-ra. Érezzük a sebességet, de nem úgy, mint ahogyan azt eddig bármilyen másik autóban megszoktuk. Érzékszerveinket becsapva elhiteti velünk, hogy nem mi gyorsulunk, hanem a világ gyorsult fel odakint. Mi csak úgy ülünk és mellestreg arrébb megyünk. És ha mindez nem lenne elég meglepő, akkor van itt még valami. A fogyasztása olyan 8. Az nem sok. A Mercedes S-osztály nem csak egyszerűen primus inter pares, vagyis első az egyenlők között, hanem a többiek előtt jár. És sok szempontból felettük áll. Van nála gyorsabb, drágább, kiváltságosabb, de ami a technológiát illeti, jelenleg nincs magasabb szint. Sokan azt mondják, a világ legjobb autója. Lehet, hogy igazuk van. Azonnali hatállyal iratkozzatok fel a Sportrádió YouTube csatornájára, kövessetek bennünket az Instán és a Facebookon. Köszönöm!